Napelem Park Karcagon. Teremathlétika Diák Olimpia verseny. Adventi fények. A magyarság kicsi nagykövete. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 30-án 18 óra 5 perckor. Varga Nándorral, a Karcag Ipari Park ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hol tart a napelempark kivitelezése. Köszöntöm nézőnket, Varga Nándorral, a Karcag Ipari Park ügyvezetőjével beszélgetünk. Tavasszal voltunk már itt kint, akkor elmondta, hogy milyen beruházások várhatóak ebben az évben. Úgy tudom, hogy vannak nem ipari park beruházások is itt a területen. Részben ipari parki, részben más befektető tevékenysége kapcsán épül három napelempark. Az állomás peronnyával és épületével szemben látható a napelempark, ez két részből tevődik össze. A fele a GINOP pályázat kapcsán a csarnokok építésének részeként valósul meg. Ugyanitt egy másik napelempark szintén fél megawattos épül meg, illetve már részben 90%-os állapotban meg is épült. Ez szintén az ipari park tulajdonába kerül, és egy harmadik pedig a 4-es főút mellett a körforgalomnál, ahol a városba bekanyarodik az út, ott épül egy szintén fél megawattos naperőmű. Ez közös beruházásban épül szintén, de idegen tulajdonba kerül, majd ahol ugyanolyan fél megawatt teljesítményű naperőmű létesül. Ez a háromszor fél megawatt, másfél megawatt nagyságú, ez körülbelül fedezi azt a villamosenergia mennyiséget, amelyet a újonnan kialakított Purhab feldolgozó üzem fog igénybe venni. Lesznek-e még, vagy vannak-e még folyamatban beruházások? Természetesen, mint ahogy a tavaszi, koranyári beszélgetéskor is elmondtam, egyre erőteljesebben folyik a tárgyalás itt a még meglévő szabad területre, ami az üzem mellett a Gyarmati út felé eső 3 hektáros terület igénybevételére szólna. Ennek mienségéről most nem kívánok felvilágosítást adni, de az egyeztetések után, hogyha a tulajdonosi kör hozzájárul, akkor mindenképpen tájékoztatni fogom a kedves televízió nézőket. Akkor lesz még olyan terület az ipari parkban, amire nem tárgyalnak, vagy esetleg még üres, vagy fölkínálható befektetőknek? Jelenleg van még több területünk is. Egyrészt a téglagyári, volt téglagyári terület, ahol korábban egyeztetések kezdődtek az önkormányzat, a pénzügyminisztérium részéről annak hasznosításáról. Ennek állapotáról megint nem kívánok részletekbe bocsátkozni, és még van a 4-es túloldalán a Penny logisztikai központ fejlesztése, amely szintén részben december 31-ig elkészül, a körülbelül 20%-a a parkolók és egyéb kiegészítő létesítmények megvalósítása pedig jövő év március végéig várható. Itt a bővítés mellett található még egy 8 hektáros terület a laktanyáig, amely értékesítésre, hasznosításra vár. Jelenleg erre jelentkezőt még nem találtunk, de keressük, és ahogy az eddigieket észrevettük, feltételezem, hogy itt olyan befektetések várhatóak majd, ahol kérik, hogy az ipari park is aktív részese legyen. Mivel pénzügyi fedezet a lényeges, ha a technológiát
hozza valaki, mi esetleg olyan formában, hogy a terület aportálásával beszállunk, ezt meg tudjuk oldani, illetve lehetőség van rá, a tulajdonosok döntése, illetve az új partnerre történt egyeztetés alapján. Akkor reméljük, hogy hamarosan visszajöhetünk, és ezekről a tárgyalásokról már el lehet árulni bármit is, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy már elkezdődtek ezek a tárgyalások. Jó munkát kívánunk Önöknek, és az, hogy újabb befektetők érkezenek az ipari parkba. Köszönöm szépen, én meg a város lakóinak azt kívánom, hogy minél több ilyen bővítés legyen, mint ahogy a szomszédban, szintén itt a vasút mellett is van egy másik nagy beruházás, hisz a városnak nagyon jó az, hogyha az iparüzési adóból olyan jellegű bevétele van, amiből a város fejlesztését megoldhatják. És ehhez kívánok sok sikert az önkormányzatnak is. Fés által került megrendezésre a Fodész Jász Nagykun Szolnok megyei Teremathlétika Diákolimpia verseny. Négy csapat, Karcak, Kisújszállás, Homok és Szolnok tanulásban akadályozott tanulói versenyeztek a városi sportcsarnokban. A mai versenyszámok a következők lesznek. Először lesz egy futás, utána lesz egy medicinlabda, utána lesz egy kislabdahajítás, és végül lesz egy helyből távolítás, jó? Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy figyeljetek, hogy mondják a neveteket, hogy nehogy lemaradjatok valamelyik versenyszámról, jó? Érezzétek nagyon jól magatokat, és akkor hajrá mindenkinek, jó? A résztvevők négy iskolából jöttek, Homokról a Révai György Egymiből, Szolnokról a Ligetúti Egymiből, és Kisújszállás Karcagról pedig a Kádos Egymi tanulói vesznek részt a rendezvényen. A rendezvényen a versenyszámok a gyerekeknek a sérültségéhez lett igazítva, így futásban, medicinlabdában, kislabdahajításban és helyből távolugrásban mérik össze a tudásukat. Szepesi Tibor polgármester úrral a Városháza erkélyén beszélgettünk a díszkivilágításról. Saját forrásból, illetve támogatásokból tudta az önkormányzat azokat a díszkivilágításokat idén is felrakni, amelyeket az előző években megszokott a lakosság. Saját forrásból, mint ahogy az elmúlt években is saját forrásból, illetve támogatásokból tudja az önkormányzat azokat a díszvilágításokat, amelyeket az előző években is megszokott a lakosság. Ugye azt láttuk az elmúlt évben, hogy nagyon sok tönkrement, az időjárás megette, hiszen nagyon hideg tél volt, csapadékos tél volt, illetve utána jött a nagyon meleg nyár, ezekre a fákra felhelyezett kis műanyag műtyűrök, amelyek a karácsonyi világításnak a sava borsát jelentik, ugye egyre nagyobb számban mentek tönkre, úgyhogy nagyon sokat kellett cserélni. Én bízom abban, hogy a szakemberek időre fognak végezni a cseréjükkel, hiszen beszerzésre kerültek, pótlásra kerülnek, és az adventi időszakban ennek a hétnek a végén, tehát november 28-án az adventi első gyertyagyújtásra felgyulladhatnak a város fényei. Tervezzük azt, hogy újabb beszerzések is fognak történni, lesznek meglepetések, lesznek tesztüzemmódban készülő díszkivilágítások, amelyek, hogyha beválnak és behozzák a hozzáfűzött reményeket, akkor majd a következő években természetesen a város több pontján is meg fognak majd ezek jelenni. Ezek legyenek egy picit meglepetések, de azt gondolom, hogy olyan területeken próbáljuk majd ezeket elhelyezni, amely nem feltétlenül a város központját jelentik, hanem egy kicsit a város szélén lakókat is meg tudjuk majd szólítani karácsonyi díszkivilágítással. Köszönjük szépen, és akkor érdemes lesz szombaton és vasárnap este már erre sétálni és megnézni a kivilágított főteret. Így van, vasárnap, november 28-án az első adventi gyertyagyújtás, amelyet ünnepélyes keretek közt itt a Városházán is meg fogunk gyújtani. Erre az alkalomra fognak felgyulladni a városban is az adventi fények. Magyarság kicsi nagykövete program, szórakoztató verseny a fiataloknak, közös program a családnak az ország minden megyében. Felhívás a 10-12 éves korosztály számára. Egy kihagyhatatlan lehetőségre hívja fel a tanárok, iskolák, szülők és diákok figyelmét a Generációk Találkozása Egyesület és a Jövőt Építő Generációja Egyesület.
A közös szervezésben megvalósuló Magyarság kicsi-nagy követe program remek alkalom az iskolai oktatáson felüli ismeretek átadására, miközben erősítjük a fiatalokban a hazaszeretet, a kultúra és a sport tiszteletét, kihangsúlyozva a család fontos szerepét. Az első megyei szintű megmérettetés után eljött az idő, hogy országosan, azaz minden megyében megrendezzük versenyünket. A műveltségi, kreatív és kincskereső feladatokat tartalmazó versennyel célunk nem csak az, hogy a fiatalok összemérjék tudásukat, hanem megismerjék lakóhelyüket és megyéjüket, kötődjenek hazájukhoz és szülőhelyükhöz, továbbá kiemelkedő tehetségükkel és rátermettségükkel példát állítsanak kortársaiknak. Fontosnak tartjuk a családi kapcsolatok szorosabbra fűzését is, amihez szintén jó alkalom ez a verseny. Élményközpontú és szórakoztató programra várjuk a 10-12 éves diákokat, ahol egyéni és családnak szóló értékes nyereményeket is hazavihetnek a résztvevők. A verseny először megyei szinten zajlik, és három fordulóból áll, tehát minden megyéből várjuk a jelentkezőket. Az első forduló az Okos Doboz felületén zajlik, ahonnan a második fordulóba a legjobban teljesítő 100 diák juthat tovább. Az utolsó forduló helyszíne minden esetben az adott megye egyik települése lesz, ahol a legjobb 30 diák közül egy elnyeri, a megye kicsi nagykövete, és hárman a megye kicsi attaséja, agrárkultúr és sport kategóriában címet. Ők képviselhetik megyéjüket az országos döntőben, ahol pedig megnyerhetik a Magyarság kicsi nagykövete és Magyarság kicsi attaséja címet. A versenymenete. A regisztráció az okosdoboz.hu felületén 2021. október 18 és november 14-e között történt. Okosdoboz feladatok megoldása 2021. november 15 és november 28-a. E-mailen kapott 3 kreatív feladat kidolgozása 2021. december 6 és 2021. január 9-e között. A megyei döntő 2022. január 16-a és február 15-e között. Az országos döntő 2022. márciusában lesz. Tudjuk, hogy a tanárok milyen szerepet játszanak a gyerekek fejlődésében, és segítik motivációjuk fenntartását is. A tanár támogatásával a diák rendkívüli teljesítményeket érhet el, hiszen mellette áll, segít a felkészülésben, és végigköveti az útját a versenyig, és még azon is túl. Az esemény programjáról bővebben a kicsinagykövet.hu oldalon tájékozódhatnak. További információ kicsinagykövet@gmail.com. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!